Az április 25-i testületi ülésen Fedor Zsolt Illést köszöntötték, aki a hónap elején megmentette egy hölgy életét a Nagytétényi út és Dózsa György úti vasúti átkelőhelynél. Zsolt korábban a 22. kerületi rendőrkapitányság állományában dolgozott. Köszöntötték még Nagy János, zeneszerző zongoraművészt, és Tóth Esztert, ifjúsági képzőművészt, mint április hónap művészeit. Köszöntöttük a rendőrség, a MOHU, az FKF, a polgárőrség és a közterületfelügyelet munkatársait, vezetőit. Azért, mert a lomtalanítás zavartalanul lezajlott. Úgy gondolom, hogy az utóbbi egy évtizedet, amire visszaemlékszünk, a legsikeresebb volt, és a leggördülékenyebb és legproblémamentesebb. Őket köszöntöttük. Majd ezután következett a rendőrség beszámolója a 2023. évi munkáról, ami hát ehhez kapcsolódik, nagyon jó az együttműködésünk, és örömmel mondhatjuk el, hogy Budapest legbiztonságosabb kerülete vagyunk, ezt ugye a statisztikák is alátámasztják, de hát az is alátámasztja, hogy kimerünk menni az utcára probléma nélkül akár este is, és nem kell attól félnünk, hogy valamilyen bűncselekmény áldozata leszünk. Ez volt az egyik ilyen érdekes, a másik úgy általában véve a mai képviselőtestületi ülés a megszokotthoz képest sokkal nyugodtabb volt. Úgy gondolom, hogy ez a közelgő választásoknak is van ehhez köze, hogy mindenki visszafogta magát, nem voltak olyan parázsviták, bár ezek megtörténtek az elmúlt napokban a bizottsági üléseken. És akkor volt egy olyan téma az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén, zárt ülés lévén. Erről részleteket nem mondhatok nyilván, de az óvoda, egyesített óvoda vezető kinevezése a következő 5 évre. Volt több pályázó is, úgy gondoljuk, hogy a 3-ból 2 pályázó mindenképpen értékes, szakmai színvonalban nagyon jó pályázatot adott be. Hát közülük kellett döntenünk. Végül is azt néztük, hogy a tagovodákban melyik vezetőjelöltet gondolták a kollégák, illetve a szülők jobbnak, vagy illetve úgy mondom, hogy jobban együtt tudnak dolgozni, és ezt a jelöltet választottuk. Ő nem más, mint Orbán Judit, és ezúton is gratulálok Juditnak. Zárt ülésen szavaztak arról, hogy Orbán Judit, az Egyesített Óvoda vezetője, újabb 5 évre megkaphassa a kinevezését. Egy belső ellenőri vizsgálat megállapította, hogy 11 pontban szabálytalanságot követett el az Egyesített Óvoda pedagógusaink továbbképzésével kapcsolatban. Ezek között nyilván vannak olyan dolgok, amelyek fölött talán könnyebben át lehet siklani, hiszen csak egy egyszerű intézkedési tervvel a helyére lehet tenni. De itt bizony voltak ennél súlyosabb megállapítások is. Arra kaptunk ígéretet, hogy még ez a képviselőtestület szeptemberben, amikor tárgyalni fogja az Egyesített Óvodának a programját, akkor visszatérünk arra, hogy ezeket az intézkedési terveket hogyan sikerült megoldani. Itt például olyan dolgok is szóba kerültek, hogy ugye 120 órás pedagógus továbbképzésen kell részt venni 7 évenként pedagógusainknak, és volt olyan óvodapedagógus, aki ezt nem végezte el. Ennek az indokait az óvodavezető nem tudta megmondani, illetve az óvodapedagógus hiányra hivatkozva nem hozta meg azokat a jogszabályi lépéseket, amelyeket egyébként a jogszabály előír. Ezek azt gondolom elég súlyos észrevételek voltak, reméljük, hogy ezek a helyére fognak kerülni. De most mindezek után tárgyaltuk a óvodavezetőnek a pályázatát. Én azt gondolom, hogy hát ez is ebben az 5 éves időszakban egy olyan szegmens volt, ami azt mutatta, hogy szakmailag nem stabil lábakon áll az Egyesített Óvoda. És volt 3 pályázó, aki közül választhatott a képviselőtestület, és azt gondolom, hogy mind a 3 pályázó
pályamunkája alapján, megismerése alapján el lehetett dönteni, én legalábbis személy szerint szakmailag el tudtam dönteni, hogy melyik az a pályázat, melyik az a pályázó, akire most igazából szüksége lenne az egyesített óvodának, hogy ezeken a nehézségeken meg szakmai problémákon át tudjanak lendülni. Sajnálattal tapasztaltam, hogy a képviselőtestület fideszes többsége ezt csak úgy, mint az elmúlt 5 évben tett javaslataimat elutasította. Úgyhogy ezt én nem támogattam, sőt, ellenzéki képviselőtársaim sem támogatták. A döntés megszületett, így gyakorlatilag minden megy tovább. Reméljük, hogy szakmailag azért sikerül valami megújulásra szert tenni, mert az látszik, hogy budapesti szinten is kimagasló 25-30%-os óvodapedagógus hiány van, amivel sürgősen kezdeni kell valamit a jövőben. Egyhangulag fogadták el a képviselők a rendőrkapitány és a katasztrófavédelmi őrs vezetőinek beszámolóját. Szintén egyhangulag szavazták meg Csepeliné Faragó Tóth Gabriella az Egyesített Bölcsöde vezetőjének újabb 5 éves kinevezését.